Nálunk pedig a legfrissebb információkat kapják az ügyben, hogy Novák Elődöt feljelentették. Novák Elődöt feljelentették azért, mert rasszista bejegyzést tett a Facebookon, és állítólag, amit most itt mi ismerünk, annál volt ez a helyzet rosszabb is. Hogy mennyivel volt rosszabb, azt mindjárt megtudjuk Horváth Tibortól. Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm. A Roma-Rom elnöke. Így van. Akkor kezdjük azzal, mi az a Roma-Rom. Ez egy új szervezet. A Magyarország Összefogás Roma-Rom szervezet. Romákból épült ez a szervezet, és alulról építkező civil szervezet. És azt gondolják, hogy eljött az a pillanat, amikor Novák Elődnek megállt kell szabni. Nem szabni, parancsolni. Én azt gondolom, hogy parancsolni kell neki, mert ha már szabunk, akkor ennek már elmúlt az ideje. Mi ezt gondoljuk. Ugye úgy kezdődött az ügy, hogy egy erős cigányozással kezdte Novák Előd az új évet. Megszületett évfél után pár perccel egy kisfiú, Ricardo. Akit Ricardónak neveztek. Most már ugye a DK-s politikusok és szimpatizások nagy része is ezt a nevet használja időlegesen, amiről nem tudom, hogy önnek mi a véleménye, de minden esetre Ricardo megszületését kommentálta oly módon Novák Előd, hogy azért a magyarok is szaporodnak, erre az ő családja példa. Igen. Ezt látjuk mi most a Facebookon. Ön azt mondja, vagy önök azt mondják, hogy ennél volt rosszabb is, csak azt már Novák Előd eltüntette. Mit írt ki Novák Előd eredetileg? Nekem is olyan információ került a birtokomban, meg is van ez az információ. Tehát valaki lementette? Igen, lementette. Nekünk ezt elküldték, mert ugye én kértem a csoportban. Elhozta? Igen, kint van. Ja, azzal sokra most itt feljelentéssel együtt kint van. Igen, olyan dolgot osztott meg, gondolom, hogy ő ezt megbánta, vagy kicsit elgondolkodott rajta, hogy vegyék le minél hamarabb, mert ugye ez neki problémát fog tudni okozni. De mi van a feljelentésben? Mit írt ki? Az van a feljelentésben, hogy ez a úriember, Novák Előd parlamenti képviselő úr, lecigányozta a gyermeket, de ő honnan tudja, hogy ő cigány? Az édesanyja által tudja, vagy azért, mert a neve sugallja ennek a kisgyereknek, és olyan fajta dolgok vannak benne, amit most itt nem szeretném elárulni, majd a rendőrség ezt fogja tudni kezelni. Hát ebben most mi a titok? Hát hiszen azért jelentik fel, amit leírt. Igen, hát nagyon rátámadt erre, szóval rátámadt erre a gyerekre, családra Novák Előd. Na most nem hagyta abba, hétfőn tegnap reagálta a Jobbik frakció nevében Novák Előd, nem is a saját nevében. Olaj Jajos Ricardo egy valótlan és elfogadhatatlan gondolatot idézett Illyés Gyulától, mondja ő, és akkor ez így megy tovább, az illegális bevándorló is magyar, ha praktikusan annak vallja magát a határőröknek ezzel a fajta párhuzammal minősíti a magyarországi cigányok jelenlétét, meg azt is írta ugye még korábban, hogy a cigányság nem képes államalkotásra, ez sem lehet véletlen. Ezekkel mit lehet kezdeni? És most a Novák Előd jelenségtől és a személyétől függetlenül is mit tudnak kezdeni azzal a gyűlölettel, ami időnként ilyen módon átcsap? Kicsit visszakanyarodnék arra, hogy ha a fehérek és a négerek és a fehérek meg tudták szervezni önmagukat Amerikában, és sikerült nekik ez a váltás, nekünk itt Magyarországon miért ne sikerüljön ez a váltás. Az, hogy ő és én csak azt tudom neki innen a tévéből üzenni, hogy ha ismeri a Bibliát, akkor a 10 parancsolatot kellene neki kicsit elforgatni, hogy megismerje a 10 parancsolatot. Az, hogy mit tudnánk ezek után tenni, megvannak a bizonyos lépéseink, de most mondom még egyszer, hogy ha én most kitállalnék és én ezt így elmondanám önöknek, akkor ő megelőzne bennünket, és akkor gubajolás történik. Értem, akkor partalanná válik a dolog. Igen. A feljelentésben mi van? Milyen jogcímet, milyen bűncselekményt határoztak meg a feljelentés megfogalmazásakor? Ha jól emlékszem rá, rasszista kijelentést tett, és becsületsértésé lett feljelentve Novák Előd. Azt tudja, hogy önmagában az kérdés, hogy a Parlament Mentelmi Bizottsága, hogyha elindul bármiféle eljárás, kiadja-e? Ugye ezzel is szembe kell néznünk, hogyha egy folyamatban gondolkoznak. Én persze, amikor én ezt megtettem, ezt a följelentést, a elnökségem adott rá lehetőséget, akkor én tudom, hogy ez ezen mi jár. Van egy olyan
Facebook profil, hogy 1 millió Rácz Péter Ricardóért, ez egy ilyen Facebook csoport, igen, azért jött létre, hogy a kisfiú egy gyűlöletmentes világban dőljön fel. Ennek önök tagjai? Nem. Vagy ezzel egyetértenek egy ilyen Facebook csoport, igen, létével? Mi egyetértünk ezzel, egyetértünk, nem vagyunk tagjai ennek a Facebook csoportnak. Lehet, hogy már azok vagyunk hirtelen, de most nem tudok erről. De visszatérve arra, hogy az előd kinyilatkozása után föl kéne már ébredni a pártoknak, és úgy látom, hogy az MSZP, baloldali MSZP az most fölébredt, mert visszahívták állítólag a Vona által. Hát felszólították a Jobbikot, hogy hívják vissza, igen, a Vona Gábor, de közben Vona Gábor ad ki közleményt a Jobbik frakció nevében, ezért ez a folyamat nem tűnik olyan sikeresnek és egyszerűnek, mint ahogy azt most ön itt leírta, majd meglátjuk, hogy lesz. Minden jót kívánok önöknek és a közösségüknek. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.